Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A sors kereke, vagy egy sorsdöntő változás, ez most a jóslás. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, sorsdöntő fordulat, vagy sorskerék, a sorskereke. A díjam 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. A sors kereke az mozog, előre halad. Viszont mi a sors kerekét be tudjuk folyásolni a hozzáállásunkkal, a bizalommal, a szép érzelmekkel, a pozitív gondolatokkal. Ha ez a sors kereke más irányba fordul, akkor van egy sorsdöntő változás, és pontosan ezt tekintjük meg most ennél a jóslásnál. Itt láthatóak az arany érmék. Jelentik a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát itt lesz egy sors fordulat, itt szerelemről, érzelmekről van szó. Ez a férfi közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, és a 10-es szám itt jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, szép környezetben. Itt minden kivirágzik. Az érmék jelentik a jólétet, a sikereket, a munkahelyen, de mégis valami korlátoz itt téged, erre utal a 9-es szám. Ez olyan, mint egy kerítés, amikor úgy érzed, eddig eljutottam, de nem tudom, mi van a kerítés mögött, és itt botlatozol. Mert vannak olyan gondolatok, igen, minden jóra fordulhat, de én nem érdemlem meg ezt a szerencsét. Itt tanulsz valamit, fogadd el, hiszen minden ott van körülötted, a jólét, a szépség, sőt, itt ennél a kártyánál láthattuk a szerelmet is. Itt a kép mutatja, hogy nem érzed jól magad jelenleg, vannak álmatlan éjszakák, töprengsz valami felett. Így fog maradni a helyzet, vagy a sors kereke más irányba mozog. Itt már látható az ünnepség, a vidámság, ez lehet egy meghívás, vagy segítenek neked a környezetedben, ezek lehetnek baráti kapcsolatok, vagy munkahelyi légkör, vagy a család. Itt látható az örvendezés és egy kreatív tevékenység. Itt újra a kelyhek láthatóak, tehát érzelmekről van szó. Ez a kép utal a múltra. Itt vannak, vagy lesznek nálad szép emlékek. Az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, mély érzelmekkel, és visszatér hozzád. Ez lehet egy szerelmi kapcsolat, de lehet egy baráti kapcsolat is. Ez a kard segít neked elvágni a félelmeket, a bizonytalanságokat, az álmatlan éjszakát, ezt a szűkös helyzetet, és fel tudsz szabadulni. Végre fel tudsz lélegezni. Amit ez a kard még jelent, fontos döntések és kommunikáció. Itt ez a bot jelenti a tűz elemét. Valami lelkesíteni fog téged, és itt vannak a döntések, itt a tettek, lesznek új kapcsolatok, lesz egy új irány, lesznek új ötletek, valami, ami felszabadít téged, ami boldoggá tesz téged, ami téged lelkesíteni fog. Itt a 4-es szám jelenti, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete. De annak ellenére, hogy itt lesz egy új irány, és végre fel tudsz lélegezni, még valami van, ami téged ebben a szűkös helyzetben tart. Ez lehet párkapcsolat, ez lehet a munka, ez lehet a lakhely, de ez a kártya jelenti a felszabadulást. Ki fogsz lépni ebből a helyzetből, mert megváltoztatod ezt. És mit mutat az utolsó kép? Itt van a lelki társad. Közeledik hozzád, gyorsan fog közeledni hozzád, hamarosan odaérkezik, és itt is a tűz eleme látható, ugyanúgy, mint itt, lesz egy új kezdet, és a tűz eleme azt jelenti, hogy ez a férfi bátor. Kimutatja a lelkesedését, sőt, kimutatja a szenvedélyeket is. És ez volt az általános jóslás, a sors kereke, sorsdöntő változások, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.